Július 8-án szombaton nagyszabású sport és szórakoztató rendezvény keretében ünnepli a falunapját Bácsföldvár lakossága, amelyet a településen a Vojvodina Futballklub stadionján tartanak. Játszunk együtt címmel műhelyeket és egyéb érdekes aktivitásokat tartanak a gyerekeknek. A legkisebbek gyors palacsintaevésben versenyezhetnek, valamint megtekinthetik a Jó Magatartás Ügynöksége című színházi előadást. A palacsinta fest körülbelül 800 palacsintát fog kisütni és szétosztani a gyerekek között. Lesz színházi előadás 17:30. Előtte pedig műhelymunkákat tart a Gina Humanitárius Egyesület. Meghívunk minden érdeklődőt és természetesen a helybeli polgárokat, továbbá Óbecse község és a környező települések lakóit is, hogy jöjjenek el a rendezvényünkre, és emeljék annak szintjét, mert valóban egy szép kultúrműsorra és jó társaságra, barátkozásra van kilátás a Vojvodina Futballklub stadionján. Minden biztonsági és egyéb intézkedést is foganatosítunk annak érdekében, hogy gyermekeink biztonságban legyenek, és hogy egy szép napot töltsünk együtt. Ami a rendezvény kicsit idősebb látogatóit illeti, a szervezők több versennyel is készültek számukra. Hagyományosan sertéspörkölt főzőversenyt is rendeznek. A benevezési díj 4000 dinár, jelenleg mintegy 20 bogrács van bejelentkezve. A benevezési díjjal a csapatok 4 kg húst kapnak és 2 padot. Azt, hogy gázon főznek vagy tűzifát hoznak, ezt a résztvevők maguk döntik el. A résztvevők július 7-én 12 óráig jelentkezhetnek. Emellett lesz gyors sörivóverseny, kötélhúzás, valamint megtartják a Bácsföldvár Open nemzetközi skander tornát. A regisztrációs díj nőknek ingyenes, amatőröknek, junioroknak és profiknak 1000 dinár. Tavaly egész Szerbia területéről voltak résztvevőink, sőt volt egy trebinyei versenyzőnk is, úgyhogy ez egy szövetségi szintű versennyé nőtte ki magát, aminek mi nagyon örülünk. És ez már a 3. év, hogy skander versenyt szervezünk. Idén kiemelt hangsúlyt kapott a kulturális és művelődési program. A rendezvény látogatói este 8 órától élvezhetik a Bácsföldvári Gyerem Kulturális Művelődési Egyesület néptáncosainak fellépését. Az összes néptánc csoportunk fellépése mellett vendégszerepelnek az Óbecsei Gyidó Kulturális Művelődési Egyesület, a Nádaljai Iványszko-Cvejcse Kulturális Művelődési Egyesület tagjai, valamint fellépnek még az ausztráliai Sydneyből a Ravna Korátánc együttes tagjai is. Tehát idén az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy vendégül láthatjuk egy másik kontinens táncegyüttesét itt Bácsföldváron, és bízom benne, hogy a közönség is élvezni fogja ezt a gazdag kultúrműsort. A koncerten az egyesületünk bemutatja az új koreográfiákat. Mindezt azokon a projekteken keresztül vittük végbe, amelyeket minden évben megvalósítunk. Természetesen a bácsföldvári helyi közösség és Óbecse község támogatásával. Rajtuk kívül megemlíteném még barátainkat is, akik az ilyen alkalmakkor mindig önzetlenül segítenek nekünk. Ez a Kostel Automotív, az Agropolje, az Arma Agro, a Cent 021 pénzváltó, a Simakop, a Limex, valamint a szülők, akik mindenféle módon segítik a munkánkat, és azt, hogy ezekben a nehéz időkben fennmaradjon az egyesületünk. Emlékeztetőül még egyszer elmondjuk, hogy a pörkölt főzőversenyre július 7-én 12 óráig lehet jelentkezni a 064-648-3520-as vagy a 021-2906-022-es telefonszámokon. A skanderre is július 7-én 12 óráig lehet jelentkezni, de a 066-156-0870-as telefonszámon. Óbecse község a péterévei október 8-a helyi közösséggel, a Jedinstvo futballklubbal, Óbecse községi ifjúságirodájával és Óbecse község sportszövetségével együttműködve második alkalommal rendezi meg a Nagy Zoltán Csámpika teremfoci emlékversenyt, amely egy kiemelkedő futballistáról, a péterévei Jedinstvo futballklub egykori tagjáról, később edzőjéről kapta a nevét.
Folytatjuk azt, amit elkezdtünk, és megtartjuk a második Nagy Zoltán Csámpika emléktornát Péter révén. A torna július 10-től július 30-áig tart. 6 vagy 7 csapat jelentkezett eddig. A benevezési díj csapatonként 10 000 dinár, a nyeremény alap 300 000 dinár. Óbecse község önkormányzata, Óbecse község ifjúsági irodája és Óbecse község sportszövetsége tette lehetővé számunkra, hogy ismét megszervezhessük ezt a tornát. A szabályok nem változtak, tehát 5+1 játékossal és 5-ös labdával zajlik a játék, maximálisan 14 játékos lehet egy csapatban. Július 9-ig lehet jelentkezni 18 óráig. 19 órakor lesz a párosítás. 10-én pedig kezdődik a torna a piac melletti stadionon. A versenyen való részvétel iránt érdeklődő csapatok legkésőbb július 9-ig jelentkezhetnek a 066-53-979-85-ös telefonszámon. A torna célja a verseny mellett a barátkozás, az új ismerettségek és futball tapasztalatok cseréje, emelik ki a szervezők. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a tavalyi torna győztese a Fortuna Szukur Metál futballcsapat volt. Ekkor 14 csapat vett részt a tornán. Nádaljáról, Túriából, Óbecséről, Adáról, Újbelgrádból és Péter révéről. Azt, hogy idén hány csapat lesz és honnan érkeznek, július 10-éig megtudjuk. Az első és alapvető dolog, hogy ezt a tornát azért szervezzük, hogy minél nagyobb számban összegyűjtsük a polgárokat, a fiatalokat, hogy a fiatalok kiüljönek a pályára és ott hagyják a számítógépeket és telefonokat, hogy egy kicsit barátkozzunk, új ismerettségeket kössünk, és minden évben magasabb szintre emeljük ezt a rendezvényt. Célunk, hogy idén sokkal több csapatot toborozzunk, mint tavaly, tehát több mint 20 csapatot. Tavaly voltak csapataink Belgrádból, Túriáról, Nádaljáról. Idén pedig arra számítunk, hogy északról is érkeznek hozzánk csapatok, például Zentáról vagy Nagykikindáról. Ebből az alkalomból szeretném meghívni az összes futballkedvelőt, fiatalt és idősek egyaránt, hogy jöjjenek el és élvezzék az ötös futballjátékot. Stojan Stojanovic, a Vojvodina futballklub elnöke, és Radomir Rákovics, a Bácsföldvári Vojvodina futballklub titkára benyújtotta visszavonhatatlan lemondását a klubnál betöltött összes tisztségéről a klub vezetőségének egy részével fennálló nézeteltérések miatt. A Vojvodina futballklub 2017. február 13-ai alapszabálya alapján a közgyűlés elnökeként, valamint a Vojvodina futballklub elnöki posztjáról való visszavonhatatlan lemondásának benyújtása alapján Stojanovic rendkívüli választmányi ülést hívott össze. A Vojvodina futballklub közgyűlése július 9-én vasárnap a Bácsföldvári Vojvodina futballklub a Gyorgye Tapavica Dzsója sportközpont székhelyén lesz megtartva, 19 órai kezdettel. Emellett a szomszédos Becsei 1918 ifjúsági futballklubban már változások történtek a nyári átmeneti időszakban. Miljan Drincsics, Igor Tatics és Itán Dervisi elhagyta a klubot. Két ismert név viszont visszatért, Vladan Vorgucsin a Verbász ifjúsági futballklubból és Zsárko Kobilszki a TSZK Temerin csapatából. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a 2023-as nyári regisztrációs időszak június 26-ától szeptember 15-ig tart, és az, hogy ebből a két községi klubból kik jönnek, mennek, és milyen személyi változások történnek, az a felkészülési időszakban derül ki.